Baks polgármesterét, Búza Zsoltot kérdeztük a településen történt fejlesztésekről. Baks polgármesterét, Búza Zsoltot kérdezzük a település elmúlt időszakban történt beruházásairól és fejlesztéséről. Köszöntöm Önt, mik voltak ezek a település életében? Hát köszönöm én is a lehetőséget, hogy beszélhetünk a településről. Nagyon sok minden történt az elmúlt években. Egészen, hát azt gondolom, hogy egy pár évre visszatekintve lehet azt mondani, hogy tényleg sokat fejlődött a településünk, sokat tettünk a település fejlődése érdekében, de én leginkább itt tulajdonképpen nem csak az infrastruktúrális fejlesztésekről szeretnék beszélni, illetve szerintem nem azok a legfontosabb, hanem az, hogy a vírushelyzetre való tekintettel hogyan alakult a közösség, hogyan tudta átvészelni a közösség a vírushelyzetben kialakult másfél év bezártságot, és hogy mennyire viselte ez meg az embereket. Én azt gondolom, hogy nálunk a településen, annak ellenére, hogy egy olyan helyzet alakult ki, ami mindannyiunk számára új volt, felelősen viselték az emberek a kialakult helyzetet, illetve azt kell mondanom, hogy mindenfajta olyan rendelkezést maradéktalanul betartottak, amelyek az egészségügyi helyzetre való tekintettel előírásra kerültek. Nagyon örültek az emberek annak is, hogy most végre közösségbe lehetett menni. Gondolok itt a legutóbbi két rendezvényünkre. Az egyik az idősek világnapja alkalmából tartott rendezvényünk, a másik pedig a Töpörtyű Fesztivál, de gondolhatok itt a vírushelyzet után az első családi napunkra, amit tulajdonképpen azért hoztunk létre és azért valósítottunk meg, hogy végre találkozzanak az emberek egymással, együtt tudjanak beszélni, beszélgetni, és egy önfelett, felszabadult napot tudjanak együtt tölteni. Én azt gondolom, hogy a fejlesztések mellett ezek is nagyon fontosak, hogy nem csak hogy úgy fogalmazhatok, viakoloros járdákat hozunk létre, meg szökőkutakat, meg épületeket újítunk fel, hanem igazi közösségeket is formálunk, és szerintem ez a nagyszerű dolog, és ebben azt gondolom, hogy most igazi példát tudtak mutatni a helyiek, a baksiak. De természetesen ez mellett el kell mondani azt is, hogy akkor érzi jól magát az ember, hogyha komfortos és a mai időnek megfelelő épületek fogadják és berendezések fogadják az embereket, és igazából erre is koncentráltunk az utóbbi időben. Sikerült felújítanunk Topos Forrásból az egészségházat, a gondozási központot, sikerült felújítanunk az óvodánkat, egy új bölcsödét hoztunk létre, a biztos kezdett gyerekházat tudtuk felújítani, de ez mellett a Magyar Falu programban is nagyon sok olyan pályázatot sikerült megvalósítani, ami a baksiak élhető körülményeit teszi lehetővé, utakat fogunk megvalósítani a közeljövőbe, illetve a napokba. Itt a Magyar Falu programból és egy belügyminisztérium által kiírt pályázatból sikerült majd a közeljövőbe utakat felújítanunk. És az mellett, hogy rengeteg mindent valósítottunk meg az elmúlt időszakban, vannak olyan pályázataink, amelyeket már befejeztük, vannak olyan pályázataink, amelyek még mindig folyamatban vannak, és vannak olyan pályázataink, amelyek beadtunk, viszont még nem bírálták el. Ilyen pályázatunk például a Levelény út második ütemének a felújítása, vagy ilyen pályázatunk például a piac harmadik ütemének a korszerűsítése. Ezek beadott pályázataink, reméljük, hogy ezek is sikeres pályázataink lesznek. De nagyon fontos a számunkra az is, hogy vannak fejlesztési céljaink, vannak elképzeléseink és vannak terveink. Nagyon fontos az is, hogy a környékbeli településekkel mennyire tudunk együtt gondolkodni, illetve hogy a megyei közgyűléssel is tudjunk együtt gondolkodni, és a megyeiben kialakult fejlesztések is illeszkedjenek bele a baksi fejlesztésekbe, illetve a baksi fejlesztés illeszkedjen bele a megyei elképzelésekbe. Ilyen például a Tisza közelségének a kihasználása, hiszen nagyon közel van hozzánk a Tisza, árvízvédelmi szempontból is közel van hozzánk a Tisza, tehát katasztrófavédelmi szempontból is egy veszélyeztetett településnek vagyunk nyilvántartva, és ebből adódóan nagyon örülök annak, hogy egy megyei kezdeményezésnek köszönhetően fejlesztési terveink között szerepel egy kikötő, amelyet a baksi közigazgatási területen valósítunk majd meg, vagy remélhetőleg meg tudunk valósítani, de ilyen például
a Szeged-Csanád Egyházmegyével, a Kisrigó László püspök úrral vannak közös terveink, például egy zarándok útvonal, ami érinti Baksot is, és talán ezzel összeköthető mondjuk a kikötő, ami megvalósul, de szintén megyével közösen szeretnénk megvalósítani a kerékpárutakat, horgásztavat szeretnénk megvalósítani, és egy olyan ipari területet szeretnénk megvalósítani, amit már régóta szeretnénk, hogy hasznosítva legyen, és úgy néz ki, hogy ez most sikerült is, hiszen két vállalkozó sikeresen pályázott telephely létrehozására, és úgy néz ki, hogy egy másfél hektáros ipari területünket sikerül is most hasznosítani, amelynek borzasztóan örülök, hiszen ezek a vállalkozások azáltal, hogy helyi iparüzési adót is fizetnek be, munkahelyet is fognak teremteni. Úgyhogy rengeteg olyan elképzelésünk van a közeljövőben, ami szerintem a helyiek érdekeit szolgálják, az, hogy egy élhetőbb, egy jobb, egy otthonosabb település legyen, és hát amint mutatja a fejlesztéseink is, hogy mindent megteszünk, ami a lehetőségünk, és minden olyan lehetőséget megragadunk, ami azt a célt szolgálja, hogy egy élhetőbb, egy jobb településen éljenek a baksiak. 20. alkalommal rendezték meg a Böllőr Fesztivált Balássán. Kis József, a rendezvény szervezője ismertette a programokat. Tüzelésre felkészülni! Tűz! Böllőr Fesztivált tartanak Balássán, előkérdezzük a rendezvény szervezőjét, Kis Józsefet. Köszöntöm Önt, mit is tudhatunk erről a rendezvényről? Köszöntöm a nézőket. Hát ez 20 évvel, vagy mostan 21 évvel ezelőtt is családi programként indult. Ezért tudtuk ilyen hosszan és ilyen nagyon nagy sikerrel vinni ezt a rendezvényt, mert mindig gondoltunk a kicsikre és az idősebbekre is, hogy a ide kilátogató vendégeink azok mindig jól érezzék magukat, tehát tanáljon mindenki saját maga részére egy jó programot, egy jó látnivalót, tudjanak vásárolni az emberek, és hál' Istennek ennek ugye hangot is tudunk adni, ugye vannak kiállítóink, húsipari cégek, vannak más egyéb árusaink is, és ugye egy nagyon jó kis ételmünk, büféink van, és mindenki jól tudja magát érezni, nem beszélve a jó műsorokról. Nagyjából hány csapat vesz részt ezen a rendezvényen, és milyen programokkal várják még a nap folyamán az ide kilátogatókat? 6 csapat vesz részt a rendezvényen, testvértelepüléseink is részt vesznek rajta, más civil szervezetek is részt vesznek rajta, és sose arra foglalkoztunk, hogy minél több sertést vágjunk, vagy dolgozzunk fel, inkább annak a hangulatával foglalkoztunk, és mellett, hogy a kolbásztöltő versenyt is szerveztünk, az véget, hogy az emberek jól érezzék magukat, mert valaki lehet, hogy éppen a disznót szeretné mosni, csak egy betöltenek kis kolbászt, és akkor megsütni, és a baráti körével jól érezze magát, meg kínálgassák egymást. Lesz nagyon sok programunk, tehát gyerekprogram, úgy itt látszik, van itt a háttérben egy bohócunk, gyakorlatilag 20 éve Pestről lejár, és nagyon még azon kívül a színpadon is bohócos műsor lesz, utána pedig élőkoncertek, sztárfellépők, tehát mindenkinek meg lesz a maga hallgatottsági ízlése, hogy ki milyen műfajt szeret. Mindenki megtanálja azt a programot a szombati nap folyamán, ami neki tetszik. Elindulnak az adventi hétvégék Kisteleken. Bradanovics Bernadettet kérdeztük a 4 adventi hétvége programjáról. Kisteleken is elindulnak az adventi hétvégék, erről kérdezzük Bradanovics Bernadettet. Köszöntelek, hogyan is fog ez zajlani ebben az évben itt Kisteleken? Én is köszöntelek, remélem, és a kedves hallgatókat és nézőket is. Hát igen, idén nagy örömünkre nem, hogy csökken az adventi hétvégéknek az időtartama, hanem bizony-bizony kibővült, és ennek nagyon-nagyon tudunk örülni, hiszen azért az együttlétek, a kint együtt megélt adventi pillanatok, azért azok úgy mindenkiben megmaradnak, és ezt mind visszük a karácsonyba magunkkal. Szombatonként is lesznek programok, illetve ha jól tudom, akkor kirakodó árusok kézműves termékekkel, és ők már felvezedik nekünk a vasárnapi ünnepi pillanatokat és hangulatot, ami most az idén egészen más helyszínre fog kerülni, méghozzá a Szent László térről átkerül a Szent István térre, ahol az adventi koszorú, a feldíszített fenyőfák fognak bennünket várni. Mely vasárnapokon mivel is készülnek? Milyen programokkal várják az ide kilátogatókat?
Mint minden évben a Kistelekváros önkormányzata és a Kisteleki Kamara énekegyüttes közös szerveződésében, hiszen a kulturális, illetve a forradboros és a jó hangulat mellett a meleg és magának a helyszínnek a díszítése, a hozzájárulása ahhoz, hogy még jobban átéljük az ünnepfényeit, ez azért nem menne háttér nélkül, úgyhogy így ez nagyon, nagyon nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ez folytatódhat, így ez a közös projekt. Igazán már most, ezen a héten, november 28-án vasárnap elindul, első advent vasárnappal, és olyan vicces, mert sokszor megkérdezik tőlem, hogy Detti, az idén is lesz advent? És mondtam, hogy advent biztos lesz, viszont az, hogy mi lesz, az mindig ugye kétséges mostanában, de mi készülünk. Most első adventkor a kisteleki költőklubosok fognak vendégeskedni az adventi műsorban. Természetesen a Kamara Énekegyüttes minden vasárnap meggyújtja a gyertyát, és megteremti a meghitt hangulatot a gyönyörű kórusműveivel, és utána mindig egy-egy meghívott vendég csatlakozik hozzánk. Második adventen milyen programokkal várjátok a kilátogatókat? Hát második advent nagyon-nagyon közel lesz a Mikulás naphoz, és hát én már hallottam ilyen revesgetést, hogy talán, ha a Mikulás már erre jár, akkor meglátogat bennünket. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a szánk olyan állunk foglandolni, és teleputtonnyal érkezik. Illetve Kiskunfélegyházáról érkeznek az ótemplomi gitáros együttes tagjai, akik már 2 éve is voltak nálunk, és fantasztikus csapat, fiatalok, agilisek, jókedvűek és gyönyörű műveket hoznak nekünk. Advent 3. vasárnapján mikkel is készültök? Hát 3. vasárnap pedig annyira jó, hogy ezek a népi ünnepek és ezek, amik karácsonyig fölvezetnek bennünket, ünnepek mind-mind közel vannak most a vasárnaphoz, úgyhogy Luca lesz, ami nagyon közel van a 3. vasárnaphoz, úgyhogy ez Luca és a lucázás körében fog eltelni. A Kisteleki Citera Együttes, illetve az alapfokú, Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos csoportja fog hozzánk érkezni, és egy igazi lucás hangulatot fognak nekünk teremteni. És az utolsó gyertyagyújtás alkalmával hogyan is zárulnak ezek az adventi hetek? Hát az utolsóra ugye mindig azt szokták mondani, hogy ahogy megyünk karácsony felé, egyre-egyre fokozódik. Igen, a belső hangulatunk, a belső meghittségünk fokozódik, de maga a műsor szerinti, azt pedig megpróbáljuk egy picit lecsendesíteni, és igazán felvezetni a karácsonyi koncertet, és a Globe Vándorok Társulata fog nekünk ehhez nagyon-nagyon belsőséges pillanatokat hozni. Van-e bármi a vírushelyzet kapcsolatban, amire figyeljünk és készüljünk, ha kilátogatunk ide? Nagyon örülök, hogy rákérdeztél. Sajnos ez napi szinten most köztünk van, és tényleg én is napi szinten figyelem akár a híreket, akár egy olyan jelzést, hogy abból adódóan már tudom, hogy esetleg picit szorosabbra kell venni azt a bizonyos vigyázást, vagy pedig esetleg nem is kell készülnünk a vasárnapokra. Most úgy van, hogy lesz advent mindenféle műsorral, és igen, a maszkot én nagyon javasolnám, hiszen igaz, hogy nem zárt térbe leszünk, de én azt gondolom, hogy ahogyan az előző évek emlékeiből élek, nagyon sokan ki szoktunk jönni, hála a jó Istennek, és ennek nagyon-nagyon örülök, és szerintem most erre mindenki megint ki lesz éhezve, hogy együtt legyünk. Úgyhogy én a maszkot nagyon szeretném, egyébként ez a hideg ellen is véd. Illetve, amit még ki szoktunk írni, és úgy tudom, hogy most is rajta van a plakátokon, hogy mindenki hozzon magával egy bögrét, ugyanis a forradbor meg a tea, mint melegítő és pici segítő eszköz, az ugyanúgy ott lesz, és hát egy picit ezzel a környezetünket is védjük, illetve a vírus terjedését is tudjuk egy picit akadályozni. A Hétkerék Egyesület 2024-es évéről kérdeztük Csala Nikolettet, az Egyesület edzőjét. A Hétkerék Egyesület 2021-es szezonjának 2. felében zajlott eseményeiről, versenyeiről kérdezzük az Egyesület edzőjét, Csala Nikolettet. Köszöntelek, mik voltak ezek a versenyek, amelyeken részt vette az Egyesület, és milyen eredményekkel zártátok? Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Hát így a szezon második felére egy kicsit összesűrűsödtek a versenyek, de jó értelemben persze. Ugye kezdeném itt a legnagyobb eseménnyel az életünkbe. Augusztus közepén voltunk Nagy Kristóffal és Nagy Vilmossal, ugye a kadett válogatott keret két tagjával Belgiumba. Ez a Kadett Challenge nevű verseny, nagy verseny volt, ami az ő korosztályukban igazából egy Európa-bajnoksággal ér fel. Na most azt gondolom, hogy ez mind a két fiúnak egy hatalmas élmény volt, illetve nekem is hatalmas élmény volt így, ilyen, hát, hogy mondjam, kevés év után, ugye én nem annyira régen vagyok a törzsgyökeres régi egyesületekhez képest, azért nem annyira vagyunk régen a pályán, tehát most ugye jelen pillanatban 5 évről beszélünk, azért akár a többi egyesületet, hogyha nézzük Szombathelyi, Tatabánya, illetve a szegedi egyesületek azért 10 éve már itt vannak, és azért nekünk ez nagyon nagy élmény volt. Nagyon jó eredményekkel zártak a fiúk, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen 30-40 fős Európa elitjei között egy középmezőnybe végezni az azért nagyon jónak számít, pláne így újoncként vagy kezdőként, úgyhogy ez mindenképpen nagyon jól sikerült. Utána volt a saját versenyünk itt Kisteleken, ami ugye a Szent István napi ünnepségsorozat keretében került megrendezésre. Kevesebb résztvevőre számoltunk, nyilván mi teljes létszámmal ott voltunk, illetve a szegediek is eljöttek hozzánk, de azért meglepő módon még Tatabányáról is érkeztek versenyzők, úgyhogy nagyon örülünk, és ez is azt mutatja szerintem, hogy azért ez a körkoris társadalom eléggé összetartó. Ezt követően szeptemberben voltunk Szombathelyen, ugye ez egy új pálya, 3 éves pálya, újonnan épült, nagyon jó kis hát tapasztalat volt, jöttek fiatalabb versenyzők is, illetve olyanok is tőlünk, akik nemrég mentek át profi kategóriába, nekik ez az első olyan verseny volt, ami tényleg egy ilyen nagyobb fokban döntött igazából szabványpályán volt. Nagyon jól sikerült ez is, 3 napos verseny volt, ugye Szombathelyre is már most elég régóta járunk, Tatabánya és Szombathely azért a fő központ így verseny szempontjából, nyilván Szegeden kívül, ahol azért részt szoktunk venni közel teljes létszámú egyesülettel, úgyhogy itt is vittünk azért amatőröket is, de nyilván profik voltak többségben. Utána Vásárhelyen volt egynapos versenyünk, itt is hát mondhatni teljes létszámmal azért jelen voltunk. Én azt mondom, hogy mindegyik versenyünket nagyon jól zártuk, tehát azért a tavalyi szezonhoz képest én azt mondom, hogy mérföldekkel jobban sikerült ez a mostani szezon. Nyilván a járványügyi helyzet is beleszólt tavaly, idén is, de azért tehát messze menőleg sokkal jobban tudtunk menni versenyekre is, táborokat is szervezni, külön programokat is szervezni, az edzéseket is sokkal jobban tudtuk bonyolítani. Sokkal többet edzettünk Szegeden, mert nyilván a pálya szükséges ahhoz, hogy a gyerekeknek legyen egy tapasztalatuk, akár versenyszituációban is, illetve tartottunk nagyon sok közös edzést is a szegedi csapattal, ami azt gondolom, hogy mindkét csapat előnyére vált, hiszen sokkal jobb és könnyebb úgy egy csapattal dolgozni, hogy egy számottevő létszám van. Mert ugye a külföldi versenyeken azért egy korosztályban, hát 30-40 fő azért általában indulni szokott. Na most nálunk ez a hazai körülmények között azért hát a legjobb esetben is olyan 15 fő körül mozog. Tehát egy nagy mezőnyben nyilván meg kell tanulni versenyezni, meg kell tanulni helyezkedni, meg kell tanulni előzni, és azért ez, amikor ez a két csapat összejön, vagy akár több csapat, mint az összetartásokon, hogy tényleg országos szinten jelen vagyunk, akkor azért ott lehet ezeket gyakorolni, és akkor a nemzetközi mezőnyben nem éri őket meglepetés, illetve tudnak alkalmazkodni a hirtelen jövő szituációkhoz is, akár egy előzésnél, akár egy esésnél. Legutolsó versenyünk az Pesten volt, a Campona parkolóba. Ugye ez az a verseny, ugye a Hódmezővásárhelyen is visszatérve egy picit, ott azért egy 200 méteres pálya található, nem a legjobb, tehát azért felújításra szorulna már az is, de azért mégiscsak egy pálya, tehát tudnak rajta edzeni, tudnak rajta versenyt szervezni, úgyhogy ez is végül is szabványpályán mondhatni, közel szabványpályán történt.
A budapesti verseny az, ami egy kicsit különleges, azzal zártuk az évet. Ez a Campona parkolójában található ez a pálya, ahol a pestiek edzenek. Egyébként ahhoz képest, hogy a parkolóból van ez kialakítva, fedett, tehát azért az időjárástól független mindig meg lehet tartani az edzéseket, versenyeket itt nekik, úgyhogy nem olyan rossz körülmények ezek. Ami a különlegessége, hogy ugye nincsen döntve. Ergo ez nekünk előnyünkre válik kivételesen, mert ugye mi sem tudunk sajnos pályán edzeni itt Kisteleken. És azért a gyerekek ahhoz vannak szokva, hogy kis pályán edzünk, szűk a kanyar, nincs úgy megdöntve, nagyon oda kell figyelni, nagyon tudni kell azt, hogy helyes testtartásban vegyék, pozícióba vegyék be a kanyart, hogy ne csúszanak ki. Na most ebből mi ugye előnyt tudtunk egy kicsit kovácsolni ezen a nem szabványpályán, úgyhogy ha jól emlékszem, 14 versenyzővel mentünk, és 10 dobogós helyezést hoztunk haza, úgyhogy azt gondolom, hogy ez arányaiban nagyon jónak számít. Igazából most így a jövőre nézve, még ebbe az évben ugye másfél hónap van karácsonyig, már csak szinten tartó edzések vannak. Heti 3-szor edzünk Görkoriba, Szegeden is, itt Kisteleken is, tehát vegyesen hol itt, hol ott. Januártól majd, hogyha látjuk, hogy hogy alakul a versenyszezon, kiadják a tervezetet, mikor lesznek a versenyek, akkor azért majd jobban konkretizáljuk a felkészülést. Addig tényleg a szinten tartás az, ami elsődleges, nyilván utána jönnek az ünnepek, úgyhogy most egy picit ilyenkor a versenyszezon után lassítani szoktunk, de aztán az új évben majd újult erővel csapunk neki a szezonnak.